Lassáról most ennyit kell tudni. Sokan meg szokták kérdezni, mit fog vele történni. A tervünk az, hogy ő itt pont a budapesti állatkertben, és majd kb. 7-8 éves korában, amikor ivar életté válik, akkor majd egy új apuka fog érkezni. De nagyon sokan felkeresték a kis elefántot látogatóként, és nagyon sokan megtiszteltek bennünket azzal, hogy jelképesen örökbefogadták a sát. Egészen pontosan most 227 örökbefogadója van, és ezzel ő a, ugye, hogyha az örökbefogadások számát nézzük, a legnépszerűbb örökbefogadott jószág itt a budapesti állatkertben, tehát azt gondolom, hogy ez azért valahol természetes is. Az elefántokat nagyon szeretjük, a kis elefántokat meg különösen, de hát azért minden más állatot is persze nagyon szeretünk. Kétféle tortával is készültünk. Az egyik az, amit különböző rétegekből és emeletekből már a kollégák nagyrészt fölállítottak a kifutóban, és a teteje meg itt van nálam. És van egy másik torták is, amit itt a kollégák készítettek az állatkerti takarmánykonyhába, ebbe is több napos munka van, itt tetszenek látni oldalt ezt a másikat. Ugye ebbe is lehet látni, hogy hát van egy ilyen fölszecskázott alapja, amiben cékla, meg zeller, meg egyéb ilyen finomságok vannak, és ugye van benne bőven gyümölcs is, egy kis zselatinnal van megbolondítva, és sárga répával van kirakva az egyes szám. Most csak az egyik tortát kapják meg. Ázsernek a gyomra egy kicsit gyengélkedik, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a diétásabb tortát kapják meg ők, és akkor majd abból eszik az anyuka is. És a másikat pedig az apuka fogja majd valamikor napközben valószínűleg délután megkapni, őt ugye Ászlónak hívják. De most messzi a banán.